Sziasztok, ez itt a Honfoglaló Aréna, Varga Iza vagyok. A Szövetség című játékban ma egy különleges adásnak lehettek szemtanúi, ugyanis a sötét erők csapnak össze, hiszen vendégem a sötét nagyúr másik reinkarnációja, Nessai, az ország közepesen ismert videósa, és Faragó Krisztián. Krisztián, elmondanád, hogy mi köt téged Nessaihoz? Iza is átállt a sötét oldalra. Még gyakorolja, hogyan kell igazán gonosznak lennie. Lássuk, hogy sikerült neki. Hát majdnem, hogy az, amit mondtál az elején, a közepesen ismert videó, szerintem ezzel indult a mi barátságunk, úgymond, hogy én kezdtelekkel szerintem így nevezni még annó. Igen. És ebből alakult, hát ugye én most nagyon leegyszerűsítve management. Management, személyi testőr. Személyi testőr, igen. Ilyes. Minden, és jó barátok is vagytok, igen? Hát, igen. Néha igen. Most lehet, hogy nem, mert mindegy. Hát, ha jól válaszolsz most helyettem, igen. És akkor jó barátok lesz. Az jó lesz. Hogy érzed magad, Nessai, hogy most nem így tesz középen, hanem egyel odébb? Borzasztó. Én nem akarok soha többet, ezt nem akarom átélni, mert ott tök könnyű dolga van az embernek, ott rá van utalva a másikra, gyengeségekre kell játszani. Itt meg most nekem kéne hát erősíteni, jól játszani. Pontosnak lenni, de egyébként a játékaim során nem voltak olyan nehezek a kérdések, úgyhogy remélem, hogy most is így lesz. Hogy lásd, hogy kivel van dolgod, az első kérdés, ami majd arra fog vonatkozni, hogy a birodalmat hogyan választhatjuk ki, milyen sorrendben, az veled lesz kapcsolatos. Oké. A kérdés pedig a következő. 2020. január 24-én, 8 óra 53 perckor, hányan látták az első Szövetség adást Nessai vezetésével a YouTube-on? 104.039-en, 104.041-en, 104.042-en, vagy 104.040-en? Hát ez egyértelmű, hogy az utolsó, 040-en. Egyet értesz ezzel a szemmel? Persze, hát tudjuk, egyértelmű, hogy nem múlva. Miért ennyire egyértelmű a számodra? Hát én vagyok a sötét nagyúr, igazából tudom, hogy ez a helyes megfejtés. De azt tudod, hogy van ennél kettő válasz, ami több? Persze, van a 40, hát, a 41, meg a 42. De én szerén is vagyok, tehát nem látszik általában, de én borzasztó szerén. És oda látsz a papíromra? Nem, onnan? Próbálok nagyon a szemekre fókuszálni. Azt nem mondta, hogy helyes. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez a helyes válasz. Ennyi. Úgyhogy ti fogtok választani az első körben, döntsétek el egymás között, hogy melyikőtök lesz az, aki kezd. Egyébként tudod, hogy ezt így kell játszani. Én mindig is így honfoglalóztam, hogyha nem tudod a helyes választ, nagyon határozottan kell mondani valamit, mert akkor lehet, hogy rossz, de ha jó, akkor mindenki elhiszi, hogy milyen okos vagy. Tehát, hogy ez a lényeg. De ha rossz, akkor... Hát ha rossz, akkor rosszul emlékeztél. Akkor nagyon-nagyon hülyének tűnsz. De tudod, de hogyha gondolkozol, az nem jó, mert akkor mindenki látja rajtad, igen, hogy nem igen, tudod. Igen, az igen. Most nem tudtok rosszat választani, mert vagy az egyikőtök, vagy a másikótok kezd, de szövetségben vagytok. Ki lesz az? Krisztián? Hát, ezt ugye meg tudjuk beszélni, igen, most okosan. Igen, szerintem egyértelmű, hogy a csípkés fjordok és a végtelen igen. Hegység kell, hogy a mieink legyenek. Igen, ez egy jó választás. Melyiket szeretnéd? Végtelen hegység. Jó, mondjuk. Akkor enyém a csípkés fjordok. Oké, marad nekem a keleti kapu. Lássuk az első kérdést. Na. Mi az élő flóra másik neve? Éti osztriga, antibiotikum, örökzöld növénytakaró, vagy probiotikum? Azt hittem, hogy lesz valami ilyen bifidus essensis, antiregularis, én ezekkel volt. Krisz, mondjad. Hát egyértelmű, hogy a probiotik, nem. Hát az örökzöld növénytakaró az élő flóra szerintem. Vagy az örökzöld növénytakaró? Nem, tehát hogy... Jó, jelölj valamit. Nyomhatok pánikgombot is, nem kell pánikgomb, fogy az nem időtől. Kell pánikgomb. Okay. Miért az antibiotikumra nyomtál? Hát az anti. Nyugi. Hát a helyes válasz pedig nem más, mint a probiotikum. De ha tudtad, akkor miért nem mondtad? Hát nem voltam benne 100%. Azt mondtad, hogy úgy kell előadni, hogy mintha az lenne. Jó, de még itt lányos zavaromban azért. Na, mindegy, adjunk neki esélyt. Örülök, Nessai, te választasz. Igen, kérném szépen a sötét erdőt, abban a pillanatban. Kény sötét erdő. Sajnos vissza kell hódítanom a sötét erdőt. Most kétszer jössz tényleg. Ez gond. És... legyen a titokzatos átjáró. Olyan. Helyett
A varázslók szikláit. Jó, jó, jó. Jó, jó, így beleegyeztél, igen, és ha te lennél a műsorvezető, elfogadnád ezt, hogy valaki meggondolja magát? Nem, akkor nem, visszavonnám, de én személyt vagyok. Szigorúbb műsorvezetőként, mint játékosként. Lássuk a következő kérdést. Jöjjön a második kör. Ki nem szerepelt a 101 kiskutya című mesében? Anita, Pongó, Karak vagy Roger? Karak az teljesen más mese. Nem a Vuk van? Hát ez Vuk. Ha az a Karakról van szó. A Pongó meg Anita az volt, a Roger az nem tudom ki a 101 kiskutyában. Ez Karak az. Jó, Karak. Roger nyúl a pászban olyan van, nem tudom, hogy van-e kiskutya. Nem, ez Karak. Biztos? Igen. Oké, a helyes válasz. Karak természetesen. Nem sikerült megtévesztenem titeket. Krisztián választ először. Menj előre, te egy. De lángoló hegyekre, és te meg sziklázol? Aha, én sziklázgatom. Jó, akkor lángoló hegyek. Úgy, és akkor én azt mondom, hogy varázslók sziklái. Defenzív. Szépen. Ne, úgy szépen határozom. Szeres, vissza kell vegyem a lángoló hegyeket. Én most csak egyet tud visszavenni. Igen, 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 ez kezdeti állapot majdnem. Kezdek izulni, jöhet a következő kérdés. Mely zenemű meríti témáját többnyire a Bibliából? Az opera, az oratórium, az operett, vagy a szimfonikus költemény? Hát az oratórium, nem? Nem. Igen? Nem. A Bibliából? Hát az oratórium? Opera az nem biblikus. Nem. Az operett az... Az sem tűnik. Oratórium? Szimfonikus költemény? Nem, azt... Hát... Én nyomom az oratóriumot, jó? És rád bízom a másikat. Jó, akkor én arra mentem, amiről nem tudtuk, hogy mi volt még, mert a kettőt az kizárt. Nem, most te nyomtál, nem nyomtál pánik de gombot, ugye? Nem nyomtam pánik gombot. Krisztián, okay. Ebben a körben te teszel boldoggá engem, mert a helyes sajtottam. Válasz az oratórium. Ebben sem voltál biztos. Nem baj, jó volt ez így. Jó volt ez így. A másik gyanús volt. Ez így nagyszerű volt. Egyszer még Nessai választhat, de utána kétszer jövök én. Jó, de azért tudod, hogy illedelmesek akarunk lenni, tehát hogyha az elején legyőzzük a sötét nagyurat, vagy nagyúrnőt, bocsánat, hát azért az too much. A sötét erdőt azért én kérném szépen tisztelettel. Oké. Sötét erdőt vissza kell kérnem sajnos. És a titokzatos átjárón szeretnék átjutni. Biztos, nem? A gyenge láncem felé. De majd te ott mész fölfelé. Így van. Közben úgy hátul, hogy szépen. Nem tudom, figyelitek-e, hogy pontszámban is átvettem a vezetést. 3200 pont a ti 2800-atokkal szemben, úgyhogy egyre jobban nyerekben érzem magam. Lássuk a következő kérdést. Az alábbiak közül melyik nem statisztikai középérték mutató. Oké. Okay. A medián, az átlag, a szórás, vagy a módusz? Átlag is. A medián és az átlag az igen. Azt az tuti. Biztos, azt tuti. Igen. A módusz az... Nem tudom, mi a módusz. A szerinted én megyek móduszra, te szórásra? Hülyeség? Legyen a módusz, gyerünk, jó ló, azt kell, módusz, okay. Az. A helyes válasz a szórás. Jó, nem baj, most... Ez azt jelenti, hogy háromszor következem. Én... Az, hogy közgazdaságtant végeztem, az nem lényeg. Hát ilyenekkel nem törődtem. Látszik. Búrizni hát, Krisztián, ez a feneketlen tó sajnos ugye, adja magát. És hát ott azért az egyik várorom is. Végtelen hegység egyszer. Végtelen hegység kétszer. Nyugi. Most arra figyel, és mehetünk. Nyomna, hogy végtelen hegység harmadszor. Nyugi, élesben most ott megkerülöm majd. Egyet meghagytam. Ja, hogy megkerülöd, miközben egyet üt majd vissza. Majd ott arról elfeledkezik. Nyugi. Nagyon jó taktika. Lássuk a háború ötödik körét. Mi Egyiptom fővárosa? Dakka, Luxor, Kairó vagy Tokió? Kairó, hát ez Kairó bizony. Oké, ez. Na? Ilyes válasz. Na, hát igen. És nem száj választ először. Ilyet egy takarítunk gyorsan. Igen? Hát igen, feneketlen tó.
Mindegy most, hogy ki van ott igazából. Felhasználhatjátok ugye a falat is, ne feledkezzünk meg róla. Igen, de majd most te befoglalod, Krisz, azt a... Én már nem, tehát... De most te fogsz foglalni, befoglalod a lélekvesztő melletti területet, a titokzatos átjárót, és odaépítünk egy falat. Ez lenne a tervem, igen. Úgy. Abszolút ez lenne a terv. Akkor... Úgyhogy én most nem építek. Most igen, titokzatos átjáró, és akkor lehet építeni rá egy falat, mint olyan. És akkor a titokzatos átjáróra egy falat, amit részletsz. Azt. De nem baj, szeregesse csak. Hát nem marad más választásom, mint faltörőkosként, tényleg kos vagyok. Ezt a falat eltüntetem onnan. Jöhet a következő kérdés. Egyre izgalmasabb a játék. Melyikből van a legkevesebb Magyarországon az alábbiak közül? Unági. Koncentrálj. Aha. Ló. Mi? Ló. 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 Szarvasmarha. Sertés vagy jó? Há, honnan tudja? Na, ez tipp, tehát, hogy ez full tipp. Oké, miből van lehet a legtöbb? Mondtad az elején, hogy ilyenkor kell valamit nagyon határozottan. Hát, igen, mondani. A szarvasmarha a leghosszabb szó. Az például. Ne. Se. Én juhot jelölök. Jó, juh. Én meg jelölök lovat, mert szarvasmarhában, meg sertésből biztos sok. A helyes válasz a ló. Ló. De még a tippben is te találod. Nem baj, az lényeg. És megint Nessai mentette meg a játékot. Ettől függetlenül sajnos én kezdek. Titokzatos átjáró. Nessai, te jössz. Én vissza is foglalom azt a titokzatos átjárót. Te tudsz építeni ilyenkor? Vagy nem, már csak ketten tudunk? Jó, hogy ketten egy falat. Aha. És vissza szeretném szerezni én is a titokzatos átjárót egy fallal. Igen, ez a baj. Muhahaha. Baj, most már innentől menni fog. Ezek voltak a nehéz kérdések, a low. Ezek voltak a nehezek. A nézői kérdés pedig ma a következő. Melyik Juventus játékost másolja új frizurájával Nessai? Ez full kamu. Ez teljesen jó, úgyhogy nem is tudsz róla egyébként. Ez a legjobb az egész. Borzalom. Háború 7. köre következik. Melyik bajnokságban játszó futballcsapat a West Ham United? Oh, nem tudom! Oh, nem tudom! Végre otthon! Elolvassam egyetlen? Nem kell, angol, mehet. Egyetlen a svájci, ja nem. Krisztián, szerinted? Már válaszolni kell? Hát nem tudom, szerintem. Mivel a United, így nem lehet más. De azért de hát 8-szor átnéztem a kérdést. Lehet skót is, vagy... Igen, ha ott lenne. Ausztrál. Brit. A helyes válasz pedig holland. Igen. Helyett angol. Igen. Azaz mind a ketten helyesen válaszoltatok. Megsajnált minket a játék egy kicsit szerintem. Ne szállj kezd. Azt a falat onnan a titokzatos átjárótól kérném szépen. Számítottam rá. Krisztián? Olyan meglepő lesz, hogy a titokzatos átjárót fogom visszaszedni, amit te visszaszedni. Na mindegy, te. Érted? Pingpong. Így. Adjátok vissza a titokzatos átjárót. Oké, mehetünk tovább. Még mindig én vezetek pontszámokban, csak szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a feszültséget egy kicsit fokozzam. Minek a mérésére szolgál a girométer? Levegő páratartalma, vagy a napsugárzás erőssége, forgótestek szögsebessége, vagy a felhők sűrűsége? Az a forgótestek szögsebessége, a gyroszkóp, gyrométer. A gyro azt jelenti latinul, hogy na, igen. Forog, igen. Azt jelenti, és ezért a forgótestek szögsebessége. Megvettél ezzel abszolút. Kettőt szártam volna, ugye? De nézd így, mondd, hogy ez a jó válasz. Édes Istenem, ha nem az, akkor ez az volt, amit mondtál. Ne, ez az, én tudom. Hát a gyro latinul a forgás. De ez ugye nem az, amikor nagyon biztosnak tűnsz, de nem vagy az. Tuti, hogy az. Mert az kellemet? Tuti, hogy az. Ó, Jézus. Tuti. Az lesz amúgy. Igen. Melyik? Giro. Ja, mi megjelöltük. Giro, forgó. Forgó. Uh-huh. Forog. Oké, a helyes válasz. Hát, Jézusom. Látom fejét. A forgó. Igen. Szóval ti választatok elsőként, Krisztián. Nem hazudok. Hát egy meglepő fordulattal élve egy titokzatos átjárót. Visszaszedünk. Okay.
Az elején csak izgalmassá tettük a műsort, aztán innen már... Igen, ezek a nagy mondások miután. Persze. Inkább válasz, ne szállj. Lángoló hegyek, nem? Pontban nyerünk. Már annyira hangsúlyoztat, hogy vezettél, hogy... Oké. Lángoló hegyek, vissza. Szoros. Nagyon szoros a verseny. Remélem valami nagyon nehéz kérdés következik. Angol bajnokság jöhet minden, bármikor. Mi a makulatúra? Real? Gép alkatrész, kiselejtezett nyomdai termék, városnéző kirándulás, vagy tisztaságmánia? Makulatúra. Jaj, makulás, érted? Biztos, hogy nem kirándulás. Az tényleg. Makulatúra, tisztaságmánia? A makulátlan az ugye azt jelenti. Nem. Nyomdai termék, az gyanús nekem. Jó, te nyomd azt, én meg nyomom a gépalkatrészt. Egyszer találjam már el a teljesen random. Ez ilyen öreges. Hát így a 9. körben egyszer Krisztián is eltalálta valóban a kiselejtezett nyomdai termék. De ez ilyen öreges kérdés, azért kell neked tudni. Szerencsére Nessai bukta ezt a kört, úgyhogy én választok elsőként. Lássuk. Titokzatos átjáró. Hát, titokzatos átjáró, mint olyan. És titokzatos átjáró. Hölgyeim és uraim, a legizgalmasabb kör, EU, köszönjük szépen! Tökéletes játék. És az utolsó kör következik. Most már csak gálázunk. A mindent eldöntő kör. Az utolsó esélyetek. Krisztián, légy szíves, kösd fel a gatyádat. Hát pontszámban egyelőre jobban állok, úgyhogy nagyon izgulok, hogy mi lesz ebben az utolsó körben. Lássuk a kérdést. Milyen konyhai művelet a montírozás. Vágom a konyhát. Úgy ne, pörgök, tényleg, főzök, Jézusom. Minden. Üledékes vörösborok óvatos átöltése, sütés előtt szalonába göngyölés, leves vajjal dúsítása, fényezése, vagy szalonnával tűzdelés. Na, főni. Pánikoljunk egyet. Nem még nyugalom, mert ha lejár az idő. A leghosszabb válasz az üledékes vörösbor. Fogalmam sincs, mi az a monti? Nyomjunk a végén egy pánikot. Jó, oké, de mondjál is valamit, nyomd majd a pánikot. Akkor nyomom mindjárt. Megnyomtam, oké. Hát... Szerintem nem lesz elég nektek ez az idősem. Az a baj, hogy fogalmam sincs. Már a felénél tart. Jó, én nyomom a szalonnás történetet, mert az finomnak. Igen, de az a baj, hogy mind a ketten el kell, hogy találjuk, különben tök értelmetlen. Nyomjál valamit, akkor legyen a szalonna, mindegy, ahogy érzed. Te nem azt mondtad, hogy a szalonnát nyomod? Jó, hogy azt nyomtam én, de aztán meg azt mondtad, hogy ugyanarra nyomjunk. Mert így tuti kikaptunk amúgy. És, hát rahat viccesek voltunk, szépek vagyunk. Hát... Igen, nem. Igen. Na. Az egyik kötök helyesen válaszol. Jó, na, hát az nekünk elég. Szerintetek melyik kötök az? Én. Szalonnás. Egyértelmű, hát én csak egyet. Persze, egyszer sikerült. Uh-huh. Szóval a helyes válasz a leves vajjal dúsítása és fényezése. Montír. Úgyhogy megint Krisztián, te maradsz itt a végére. Hát felkötötte a gatyáját, szót fogadom. Fel. Most megcsinálnám azt, hogy kinyírja a váramat, de nem. Uh-huh. Azt nem engedem, nem úgy nem nyerhetsz, tehát titokzatos átjáró. Biztos, hogy jól van számolva? Szerintem tök jók voltunk, csalás. Nem értem, hogy csalás, az valamit félrement. Ragaszkodom a titokzatos átjáróhoz. És az utolsó lépésem pedig a feneketlen tó lesz. Az utolsó pont számom pedig a 3600 pont, szemben a ti, hát közösen elért 2600 pont. 1300. Jó, de az én birodalmam az majdnem érintetlen. Tehát, hogy tulajdonképpen fontos. Én becsatlakoztam a háborúba, de majdnem minimális veszteséggel ki is jöttem belőle. A helyzet az, hogy remekül játszottatok, de a mai győzelem sajnos az enyém. Köszönöm, hogy velünk voltatok, sötét nagy űr, megint nem tudom elmondani, nagy űrnő, van ilyen? Hatvan agyára se tudom kimondani, úgyhogy mától kezdve sötét űrnő leszek.
A győzelem ma az enyém. Sziasztok! Sajnáljuk, kedves szövetségesek! Élő flórában tudunk segíteni. Biogája.